Kedves kertbarátok, egyre többen kérdezik tőlem, hogy hogyan is kell használni a csodatriónkat a pázsitra. Hát mi sem egyszerűbb ennél, amikor észreveszünk, hogy bármilyen gombabetegség kezdi felütni a fejét, akkor fogjuk a tirát, bekeverjük valamekkora permetezőbe, teljesen mindegy, hogy mekkorába, teljesen mindegy, mennyi vízzel, az a lényeg, hogy azt a felületet, azt a pázsit felületet, amit elképzelünk, azt egyenletesen fújjuk be, hogy mindenhová jusson. Tulajdonképpen a csíra számot kell nézni, hogy mennyit juttatunk ki. Egy ilyen zacskónak a tartalma egy olyan 500 négyzetméteres gyep egyszeri kezelésére elegendő, tehát ennyit oszlassuk el rajta permetezővel. Indítsuk be a vizet, az öntözést, vagy várjuk meg ugye az esőt, közvetlen eső, eső előtt kezeljük a gyepet, és ez szépen lemossa egészen a talajig. A következő napon pont ugyanezt a kezelést végezzük el az agrinnal, ugyanúgy föloldjuk, beletesszük a permetezőbe, kijuttatjuk a felületre, ugyanúgy 500 négyzetméterrel így, és ugyanúgy be kell áztatni, tehát valamilyen módon le kell jutnia addig a filc rétegig, ami a fűszálak alatt található. És végül, amikor már ismétlésekről is szó van, akkor az Amazont használjuk. Az Amazont viszont olyankor kell használni, amikor nem vizes a fű, tehát nem, nincsenek rajta vízcseppek. Olyankor kell használni, nincsenek rajta vízcseppek, akkor lepermetezzük. Itt nem 500 négyzetméterre elegendő ez a termék, mert egy 20 g-ot tegyünk bele egy permetezőbe, az egy jó pupozott evőkanál, és hogyha ezt kipermetezzük, akkor mindegy, amilyen felületre elegendő, akkorára permetezzük ki. Kettő hetente lehet megismételni, ennél, tehát egy-egy kezelés is óriási hatással van a gyepre, tehát ilyen csodálatosan zöld lesz. Aki viszont szeretné, hogy folyamatosan még szebb és szebb és szebb legyen a füve, az nyugodtan két hetente permetezze Amazonnal. Köszönöm, hogy meghallgattam.